A Fekete Mezben lévő Széchenyi István Egyetem csapata próbálja helyzetbe hozni magát. A házigazda együttes a döntőbe verekedte magát, ahol az esélyes testnevelési egyetem csapatával találkozott. A 30 perces mérkőzésen a papírforma érvényesült, és a TFS-e 8-1-re győzött a győri egyetemisták ellen. Izgalmasan alakult a bronzmérkőzés, ahol a BME 6-4-re verte a budapesti Corvinust. Az eredmény hirdetésen Radnóti Ákos, győri alpolgármester adta át az érmeket. Örülök, hogy ismét jól teljesítenek a győri sportolók. Mindez figyelemével elesül úgy, hogy Győrben több MEFOB döntőt tartottunk, tehát egyetemisták, főiskolásoknál itt voltak nemrég a kosárlabdázók, a héten volt kézilabda, országos döntő, korábban itt vagyunk, itt az atlétikai döntőt is meg tudtuk tartani, és most itt van a frisbee verseny is, tehát Győrnek ez mindenképpen jó, hogy nagyon sok egyetemista, főiskolás eljön a mi városunkban, megismerkedik a remek sportlétesítményeinkkel, körülményeinkkel, másrészt a győri egyetemi sportélet is bizonyítja, hogy kiválóan teljesítenek és jól dolgoznak az ott lévő tanárok, illetve a hallgatók is jól teljesítenek sporteredményekkel. A frisbee egyetemi bajnokságának történetében először játszottak nagypályán ebben a sportágban, ráadásul az újoncnak számító győri csapat a fináléba jutott. Ebben a tanévben, tehát szeptemberben indult először az egyetemen önálló tantárként a sportág oktatása, és a rekreáció szakos hallgatók körében olyan népszerű volt, hogy egy nagyjából 20 fős bőkeret az a mai napig is heti két alkalommal részt vesz az egyetemnek a saját egyesületi edzésein, és meg is hálálták ezt a bizalmat a srácok, akit egyébként a felnőtt bajnokságban is nevezünk, ott jelen pillanatban az 5. helyen áll a csapatunk a felnőtt bajnokságban, szinte közben egyetemistákkal, de ez a nagypályás bajnoki rutin, amit felszedtek itt ebben az idei szezonban, ez most itt a MEFOB-on kijött végre, és szerencsére meg tudtok előzni olyan, például a tavalyi győztes Corvinust vertük az elődöntőben, illetve a negyed döntőben is egy szinte állandó érmes csapatot a Debrecen tudtuk megelőzni. Erdősi Péter azt is elmondta, hogy jövőre nem egy, hanem 2 napos lesz a frisbee MEFOB.